Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Augusztus 12-e van Klára névnapja. 97 éve hunyt el Bródy Sándor, író, drámaíró, publicista. 91 esztendeje született Soros György, magyar származású amerikai üzletember, valamint 76 éve alakult meg a Magyar Újságírók Szövetsége. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Vészesen közelítünk a napi 1000 új koronavírusos beteghez. Egyre többen vannak kórházban és lélegeztetőgépen Szerbiában. A tantermi oktatásnak nincs alternatívája. Véget ért a pedagógusok 25. szabadkai nyári akadémiája. Égnek a fenyőerdők Görögországban, lángol Albánia is. Kamattámogatást biztosít az önkormányzat a szabadkai gazdáknak. Tovább emelkedett az egy nap alatt beazonosított új koronavírus fertőzöttek száma Szerbiában. Az elmúlt 24 órában 983 új esetet regisztráltak a 11.413 tesztből. Egy beteg halt bele a fertőzés szövődményeibe. Ezzel a járvány szerbiai megjelenése óta elhunytak száma 7.152-re nőtt. Országszerte a kórházakban 823 koronavírusos beteget kezelnek, 23 páciens állapota kritikus, ők lélegeztetőgépre vannak kapcsolva. Az orvosok ismét arra kérik a polgárokat, hogy oltassák be magukat. Milenko Seklár immunológus szerint a számok növekedése várható volt, mert az emberek nem tartják be a védőintézkedéseket. Ismét egyre aggasztóbb a járványügyi helyzet Szabadkán is. A COVID-rendelőben a nyár elejétől augusztusig egy sem, azóta viszont már 30 páciens esetében igazolódott be a koronavírus megbetegedés. Közülük 25-en nem voltak beoltva. Az egészségügyi dolgozók továbbra is a vakcina felvételére buzdítanak, mert csakis ezáltal kerülhető el a járványhelyzet drasztikus romlása. Szabadkán a Haramosgy utcai Covid rendelőben június és július folyamán szinte alig volt tesztelés. Viszont augusztus elején az illetékesek állítása szerint hirtelen megugrott a naponta teszteltek száma, így jelenleg napi szinten mintegy 40-től 80 Covid tesztet végeznek itt el. Egyre több a vizsgálat és egyre több a pozitív eset is Szabadkán. Erre figyelmeztetett dr. Nenad Marcseta, a szabadkai Covid ambulancia általános orvosa. Od 1. augusta imali smo 30 pozitivnih osoba, 25 od tih osoba su nevakcinisane i 5 su kompletno vakcinisane osobe. Klinička slika se nije promenila i dalje su to poznati simptomi, temperatura, kašalj, bolovi po telu, glavobolja, malaksalost itd. A mostani nyár negatív rekordja eddig augusztus 9-éhez köthető. Hétfőn Szabadkán 80 tesztet végeztek el, ebből 11 lett pozitív. A szakember oltásra buzdítja a szabadkaiakat, mert ha meg is betegednek, nem kerülnek kórházba. Tehát a vakcina definitívno štíti i daje blažu kliničku sliku. To je prva stvar, a druga stvar je da se pridržavaju svih mera. Da obavezno nose maske, da peru ruke, sve ono što im već odavno poznato. Sorbanállás még nincs, de szemmel láthatóan ismét egyre többen keresik fel a szabadkai Covid ambulanciát. Szerbiában mostanáig a felnőtt lakosság 50,4%-át oltották be koronavírus ellen. Messze vagyunk a nyáj immunitástól, ráadásul nyakunkon a járvány negyedik hulláma, mondta az egészségügyi államtitkár a szerbiai RTV műsorában. Mirszad Gyerlek hangsúlyozta, egyre többen kerülnek kórházba. A fiatalok vakcinációja lassan halad, ennek a korosztálynak csupán a 22%-a kapta meg a koronavírus elleni védőoltást, emlékeztet Mirszad Gyerlek. Država neće sedeti skrštenih ruku, ne možemo čekati jesen sa ovim merama. Pratit ćemo situaciju na dnevnom nivou i sigurno će jedna od prvih mera biti ograničavanje broja ljudi, jer u ovom trenutku imamo dozvolu za 500 ljudi ili posebne dozvole kriznog štaba za neke manifestacije kao što su festivali. Ako bude ovako brz trend, nećemo moći ispuniti želju našim građanima i morat će se smanjiti broj ljudi koji će se okupljati.
A tantermi oktatásnak nincs alternatívája, így mindenképpen az lenne a legcélszerűbb, ha szeptember 1-én Magyarországon, de Szerbiában is beülhetnének az iskolapadokba a diákok, mondta Maruzsa Zoltán, Magyarország köznevelésért felelős államtitkára Szabadkán. Az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesület által szervezett 25. Szabadkai Nyári Akadémia záró napján mondott beszédet a magyarországi politikus. A jubileumi pedagógus továbbképzésnek idén mintegy 160 résztvevője volt. Fontos, hogy nem mindig a legjobb diákokat dicsérjék a tanárok, hanem a közepes tudású, gyengébb előmenetelőeket is ösztönözzék. Ez lett egyebek mellett az eredménye annak a kutatásnak, amelyet a Probitas Egyesület végzett Vajdaságban a középiskolások körében. A szervezet elnöke szerint a motiváció az egyik legfontosabb az oktatásban. Pásztor Krisztina egyéb hasznos tanácsokkal is ellátta a pedagógusokat. Mi az az irány, ami felé érdemes a pedagógusnak gondolkodni, ha nem csak arról beszélünk, hogy hogyan motiváljunk, mert az egy nagyon-nagyon tág téma, egy folyamat, igyekszem nekik olyan támpontokat adni, vagy közösen gondolkodni olyan támpontok tekintetében, amelyek segítik valóban az ő munkájukat az osztálytermi környezetben. A résztvevők érdeklődéssel hallgatták Görög Ibolya előadását. A magyarországi protokoll szakértő arról beszélt, amikor a tanár kiáll, egész személyiségével azt kell sugallnia, hogy ő tanít. A gyerekeknek fel kell rá nézniük, de az utóbbi időben a tanári szerep egy kicsit fájdalmas és nehéz, tette hozzá a szakember. Ez a tanult ember, így szoktam mondani, tehát egy férfinél is ugye megborotválkozva, megfésőködve és ingbe üljön le, ne pólóba a gyerekek. Ez hogyha online van. A nőknél is ugye a rendezett külső nagyon sokat számít, a pozitív az kifejezés, az egyetlen a pozitív hozzáállás, hogy ő sugallja azt, hogy szeretlek téged, csak fegyelmezlek. Az idei nyári akadémián 6 szakcsoportban dolgoztak a résztvevők. Az óvodapedagógusok, osztálytanítók, általános és középiskolai tanárok megtalálhatták a nekik legkedvezőbb szakcsoportot. Így hát részt vehettek projektoktatáson, képzőművészeti továbbképzésen, pályaorientáción, természettudomány és matematikai szakcsoporton. Szerte a Kárpát-medencében hosszú múltra tekintenek vissza a nyári pedagógiai továbbképzések, amelyek célja, hogy közös élményt és szakmai tudásuk bővítését biztosítsa a pedagógusoknak, mondta Maruzsa Zoltán. Magyarország köznevelésért felelős államtitkára hozzátette, a járványhelyzet komoly kihívás elé állította az oktatásban dolgozókat, ezek szakmai tapasztalatait is érdemes összegezni. A digitális oktatás, a jelenléti oktatást azt gondolom, hogy nem tudja teljes mértékben helyettesíteni. Nem is a tudás átadás, hanem leginkább főleg a nevelés, a közösségfejlesztés terén, ott ez erre nem igazán alkalmas. De ugye egy járvány idején, ahogy szokták mondani, szegény ember vízzel főz, tehát azzal kellett dolgoznunk, amivel csak tudtunk és amivel lehetett. Tehát a semmihez képest, mondjuk pár száz évvel ezelőtt, ha egy iskolát bezártak, akkor a semmi volt a helyén, most azért a technikának köszönhetően a digitális oktatás mégiscsak ennél a semmi nem biztos, hogy sokkal többet tudott nyújtani. A kisiskolásoknál a leggyengébb a digitális oktatás hatásfoka, tette hozzá. Maruzsa Zoltán abban bízik, hogy Magyarországon és Szerbiában is tantermi körülmények között kezdődhet meg a tanév. Ellenőrzés alá vonták az erdőtüzet a görögországi Évia szigetén, de teljesen megfékezni még nem sikerült a lángokat. Most főleg a Peloponnesos félszigeten pusztítanak, ott 20 falut kellett evakuálni. Albániában is égnek a hegyoldalak, több száz hektárnyi erdő és olívaültetvény semmisült meg. Füstölgő erdők fölé érkeznek a szerb helikopterek a görögországi Évia szigeténél. Harmadik napja oltják itt a tüzet, a helyieknek pedig ez már a 9. napjuk. A lángok terjedését sikerült megakadályozni, de a kár felbecsülhetetlen. A kopár tájat elnézve ennek a kecskepásztornak sem lehetnek nagy reményei. A szerbiai turisták nincsenek veszélyben. Sokukat evakuálták, akik pedig maradtak, a sziget biztonságos részén tartózkodnak.
Görögország azonban még korán sem lélegezhet fel. Az oltása a Peloponészosz félszigetre helyeződött át, ahol megközelíthetetlen fenyőerdők lángolnak. A Hellén államban két hét alatt több mint 100 000 hektár erdő égett le. 1937 óta nem volt ekkora a pusztítás. Albánia is lángol. Kisebb és nagyobb tüzek is felcsaptak. Július közepe óta nagyjából 200-at jegyeztek. Több száz hektárnyi terület égett le. A pusztulás a turisták szemelátára történik. Egész Albánián keresztül utazva, ahogy indultunk nyaralni, láttuk, hogy már a határt átlépve erdőtüzeket kisebb és nagyobb verzióban láttunk, és nagyon sok olyan esetet, amikor a szemetelésre egy ilyen nagyon hanyag, félig csak ilyen leparkoló autó, aki kidob egy akár üvegeket, akár egy zacskónyi szemetet, ami egy elindító folyamata lehet az erdőtüzeknek, és később akár már ott a Nemzeti Park környékén is több kisebb erdőtüzet, valamint egy nagyobb erdőtüzet is láttunk, ami elég elszomorító tud lenni, már csak azért is, mert időkérdése is, és akár itt a környezetünkben is elindulhat valami. Helyi hírforrások szerint Albániában az elmúlt két hétben 15 embert tartóztattak le a tűzesetekkel összefüggésben. Az említett Logara Nemzeti Parknál, mely a népszerű üdülők Vlora és Saranda között fekszik, néhány napja eloltották a tüzet, de most újra lángok fenyegetik a tájat. Újabb góc jelentkezett a Montenegróhoz közeli Skadar térségében és a történelmi Girokastra környékén is. A koszovói határhoz közeli Kukesnál azonban nem lángol már a hegyoldal. Albániában holland és cseh egységek is segítik az oltást. Délután tűzesethez riasztották az adai tűzoltókat. A Szvetozár Miletics utcában csaptak fel a lángok. Az utcában lakók szerint egy most lakatlan ház kertjében lobbantak lángra az ott tárolt gumiabroncsok és más tárgyak. Szemtanúk szerint csak a ház szomszédságában élő lakó éberségének köszönhető, hogy a tüzet időben észlelte, és így az nem terjedt tovább. Személyi sérülés nem történt, viszont az anyagi kár jelentős. Az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testülete vörös riasztást adott ki a napokban. A világ vezető klímakutatói által elkészített beszámoló szerint a helyzet rossz, de még van esély arra, hogy a bolygó lakható maradjon. Ehhez azonban teljesen meg kell szüntetni a széndioxid kibocsátását, és alkalmazkodni kell a visszafordíthatatlan változásokhoz. Szakemberek szerint a legnagyobb problémát továbbra is a fosszilis energiahordozók elégetése, illetve az őserdők kiirtása okozza a világszerte. Globális felmelegedés, olvadó jégsapkák, klímaváltozás, természeti katasztrófák. Mind-mind olyan fogalmak, amelyeket az utóbbi időben egyre gyakrabban hallunk a sajtóban. A szakemberek szerint a gyáróriások és a hatalmas mennyiségű károsanyagkibocsátás és a kipufogó gáz a légszennyezés két fő okozója. De addig, amíg nem történik világszintű változás, mit tehet és mit tesz a hétköznapi ember annak érdekében, hogy a visszafordíthatatlannak tűnő folyamatot lelassítsa? Elsősorban igyekszünk nem sok szemetet vásárolni, ugye a legjobb hulladék az, amit meg sem termelünk, úgyhogy igyekszünk hulladékmentesen vásárolni, tehát kis tárolókba, üvegcsékbe, engem meg teljesen jó ismernek is zacskókáimról, akár a Péknél, vagy a Hentesnél is akár húsárút. Az egyéni cselekvés mellett sokkal hatékonyabb eredményeket lehet elérni összefogással csoportszinten. Jó példa erre a Csantavéri Ekokarma elnevezésű környezetvédelmi szervezet, amely tavaly jött létre az élhetőbb, tisztább falu érdekében. Ott kezdődött az egész, hogy az egyik tagnak jött egy ötlet, hogy szeretne valamit Csantavéren csinálni. Összeszedett egy-két embert, és akkor az egy-két ember összeszedett még egy-két embert. És akkor így összeültünk, és kitaláltuk azt, hogy akkor csináljunk egy szervezetet, egy környezetvédelmi szervezetet, hogy Csantavért megtisztítsuk, és hogy sokkal jobb közösségben éljünk, mert hogyha szebb a környezetünk, akkor jobban is érzi magát mindenki. A fiatalok alkotta szervezet első megmozdulása a Csíkér és környékének megtisztítása volt a tavalyi év folyamán. Az Ekokarma azóta még több aktivistával és egyre több feladattal gyarapodott. Ezek közé tartozik a szelektív hulladékok gyűjtése és válogatása, mely a falubeliek együttműködésével sikeresen zajlik. Az összefogásra azért van szükség, mert Csantavéren nincs külön szelektív hulladékszállítás. Felvesszük a kapcsolatot olyan cégekkel, akik kifejezetten a szelektíven gyűjtött hulladékokkal foglalkoznak,
és ők ugyebár egyrészt meg is könnyítik a munkát, másrészt másnak is megkönnyítik a munkáját azzal, hogy ők tőlünk átveszik ezeket a válogatott hulladékokat. Ugye különösen odafigyelünk arra, hogy szépen legyenek válogatva, nem egybe viszik el, mindent külön gyűjtünk, és ők utána felveszik a kapcsolatot más olyan cégekkel, akiknek ezt át tudják adni, és újra tudják hasznosítani. Az előbb említett néhány példa mellett sokkal egyszerűbben is törekedhetünk a fenntarthatóbb, környezettudatosabb élet jegyében. Az eldobható papír vagy műanyag használati tárgyakat lecserélhetjük többször használatos társaikra. Új termékek vásárlásánál is törekedjünk az újrafelhasználhatóságra, vásároljunk használt ruhakereskedésekben. Csökkentsük a környezetünkben felhalmozódó hulladékot, vásároljunk helyi termelőktől, ügyeljünk az energiatakarékosságra. Gondoljunk a holnapra, cselekedjünk most! Kamat támogatást biztosít az önkormányzat a szabadkai gazdáknak. A pályázat alapján 100 és 500 ezer dinár közötti hitelt vehetnek fel a termelők kizárólag forgó eszközök vásárlására. Azok a bejegyzett aktív gazdasággal rendelkező gazdák jelentkezhetnek, akiknek Szabadka város területén van lakcímük. Érdeklődni a helyi mezőgazdasági titkárságnál lehet a Szabadkai Városházán. Kamat támogatással igyekszik segíteni a termelőknek Szabadka város mezőgazdasági és környezetvédelmi titkársága az őszi talaj előkészítési munkák előtt. Idén 2 millió dinár terveztek erre a célra a költségvetésben. A gazdaságok 100 000 dinártól 500 000 dináros hitelre pályázhatnak. A hitel futamideje 1 év. Mi nem tudhatjuk, hogy a bank kinek fogja jóváhagyni, kinek nem. A mi részünk az a kamat támogatás. A bank 6%-os évi fix kamatot látott elő, abból a város 5,4%-ot tud biztosítani. A termelőnek marad 0,6%, amit ő neki kell majd fizetni. A támogatásra azok a termelők pályázhatnak, akik bejegyzett, aktív gazdasággal rendelkeznek, és Szabadka város területén van bejelentett lakcímük. Az érdeklődőknek első lépésként a Városháza 202/2-es irodáját kell felkeresniük, ahol bizonylatot kapnak arról, hogy a kamattámogatási feltételeknek megfelelnek. Az eszközök felhasználását utólag számlával kell igazolni. Nagyon nagy az érdeklődés, ugyanis az első napon, amikor megjelent a város honlapján ez a pályázat, már 5-en voltak. Tehát most péntekkel bezárólag, tehát múlt hét péntekével bezárólag 15 érdeklődő volt. Úgyhogy folyamatosan jönnek, és másik kérdés az, hogy ugye meddig tudnak jelentkezni. Egészen addig még vannak rendelkezésre álló eszközök, addig jelentkeznek a gazdák, és aki gondolja, hogy esetleg erre az 500 000 dináros támogatásra szüksége van, akkor az minél előbb jöjjön el. A pénzt csak is forgó eszközökre fordíthatják a termelők. Például vetőmagra, üzemanyagra, műtrágyára, sőt gépek javítására is. Viszont gépvásárlásra nem lehet felhasználni. A számlákat visszamenőleg január 1-től elfogadják a mezőgazdasági titkárságon. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Téglával dobálták meg a magyar rendőröket a migránsok a szerb-magyar határnál, Bajmok közelében. Személyesen lehet panasszal élni a vízlecsapolás illetékkel kapcsolatban. Idén 10 000 középiskolai és egyetemi végzettségű fiatalnak nyílik lehetősége 10 hónapos fizetett gyakorlati munkára valamely cégnél, amihez az állam bértámogatást biztosít. Középiskolai oklevéllel 22 000 dinár, egyetemi diplomával pedig 26 000 dinár lesz a havi támogatás. A nyilvános felhívást várhatóan a hónap végéig közzéteszik. Az úgynevezett első fizetés program tavaly indult, és több mint 8 000 fiatal vett részt benne.
akik mintegy 5000 munkáltatónál dolgoztak. A fiatalok 85%-a magáncégekben, a többiek pedig a közszférában dolgoztak. A gyakorlat utolsó hónapjában nagy részük már munkaajánlatot kapott. Idén több pénzt biztosított az állam erre a célra, így most 10 000 fiatal élhet a lehetőséggel, mondta Dária Kiszic, Tepavcsevics munkaügyi miniszter. A helyi közösségek tanács tagjairól döntenek Zenta község lakosai a hétvégén. Mindazok a szavazópolgárok, akik betegség vagy mozgáskorlátozottságuk miatt személyesen nem tudják leadni voksukat, még kérvényezhetik a bizottságnál, hogy otthonukban tehessék ezt meg. Augusztus 15-én vasárnap Zenta több mint 21 000 szavazópolgára dönt 7 helyi közösség tanács tagjairól. A polgárok reggel 7 és este 8 óra között járulhatnak az urnák elé, és adhatják le voksaikat. Itt választási listák vannak, a választási listákon egyéni jelöltek találhatók, és minden helyi közösségben attól függően, hogy hány tanácstagot kell választani, ehhez mérten ugye lehet szavazni a jelöltekre. Természetesen a helyi közösségenként különböző számú jelölt van. A község területén összesen 83 egyéni jelöltnek sikerült összegyűjtenie a jelöléshez szükséges aláírásokat. Az elmúlt választásokkal kapcsolatos tapasztalatok alapján többnyire 30-40%-os volt a részvételi arány, amely a községhez tartozó falvakban, mint például Felsőhegyen, Keviben, Tornyoson és Bogarason is mindig magasabb volt. A helyi közösségek magába azok a szervek, ahová legislegelőször futnak be a polgároknak az észrevételeik, különösen ez jellemző a falusi helyi közösségekre, ugye 4 falusi helyi közösségünk van községünk területén. Stantics Sebastian gazdasággal megbízott tanácstag elmondta, hogy a községi önkormányzat nagy erőkkel dolgozik a település infrastrukturális felzárkóztatásán, valamint vállalkozó baráttá tételén. Jövő tekintetében ebben a témakörben az infrastrukturális felzárkózásban 33 utcánknak az aszfaltozása le van tervezve, várjuk rá a finanszírozási forrásokat, illetve a pályázati lehetőségeket, illetve jövőre szándékozunk befejezni a város területén a kanalizációt a tartomány közreműködésével. A választásokkal kapcsolatos adatok és dokumentumok szerb és magyar nyelven egyaránt elérhetők Zenta község honlapján, a www.zenta-szenta.co.rs oldalon. Tábort tartanak Magyarkanizsán, amely a digitális gazdaság és elkereskedelem témakörével foglalkozik. Az eseményt a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság szervezte meg. A rendezvény vasárnap egy vetélkedővel zárul. Több mint 70 résztvevő jelenlétével vette kezdetét a háromnapos tábor. Az érdeklődők az első napon a fintech térmódosításával, az ezzel kapcsolatos aktualitásokkal ismerkedhettek meg Magyarkanizsán. Pintér Iva előadó kihangsúlyozta, a digitalizáció szinte minden iparágat behálózott már, ezért is fontos nagy hangsúlyt fektetni erre a témára. Megkerülhetetlen ez a digitalizáció, a digitális transformáció, mindennek van pénzárama, mindennek van pénzügyi leképeződése, és egyértelmű volt, hogy el kell tudnunk ágazni ebbe az irányba, és amit a fintech jelent. Fáik és Péter, a Magyar Nemzeti Banki Digitalizációs Igazgatóságának igazgatója, a pénzügyek jövőjéről és lehetőségeiről tartott előadást. Ahogy a cím is mutatja, a pénz jövője, a pénzügyek jövője. Ott alapvetően azt fogom egy kicsit körbejárni, hogy milyen lehetséges irányok lehetnek a pénzügyekben, akár banki digitalizációban, akár fintech trendekben, illetve akár ha digitális egybank pénzről beszélünk. Az eseményre Vajdaságból, Magyarországról és Erdélyből is érkeztek közgazdászok. Aktuálissá vált a digitális gazdaság, elkereskedelem. Ez mindinkább feltörekvőben van, mindinkább aktuális, és a fiatalokat egyre jobban érdekli, sőt, ebben nőnek fel. És próbáltunk olyan előadókat elhozni, felkérni, megkeresni, akik ebben a témában jártasak, és minél több tudást, információt átadhatnak a résztvevőknek. Az elkövetkező napokban a fiatalok betekintést nyerhetnek többek között az elkereskedelem kialakulásába, fejlődésébe, valamint megismerkedhetnek a digitális kockázatok elleni védelemmel is.
kérdéshez, hogy mi az, ami jelent. Nem halt meg senki, de újabb 86 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést. Kórházban 80 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig mintegy 5,7 millió embert oltottak be Magyarországon, közülük több mint 5,4 millióan a második adag vakcinát is megkapták. Három gyógyszert is tesztelnek koronavírus ellen. Az Egészségügyi Világszervezet beszámolója szerint a kísérletben 52 ország, 600 klinika és több ezer kutatóorvos vesz részt. Az artezunát, imatinibet és infliximabot vizsgálják. A szereket egy független testület választotta ki. Ezeket a gyógyszereket már eddig is használták, csak éppen nem COVID ellen. Az artezunátot a súlyos maláriára, az imatinibet bizonyos rák típusokra, az infliximabot pedig autoimmun betegségekre vetették már be. Téglával dobálták meg a magyar rendőröket a migránsok a szerb-magyar határnál Bajmok közelében. Az előzetes információk szerint senki sem sérült meg, anyagi kár sem keletkezett. A szerbiai határmenti településen élők elmondták, hogy kisebb csoportokban jelennek meg az illegális bevándorlók a falvakban, és legtöbbször a rendőrök elszállítják őket. A Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság jelentése szerint szerda este vagy az éjszakai órákban 20 illegális bevándorló támadt magyar határőrökre. Állítólagosan maszkot viselő férfiak voltak azok, akik téglákkal próbálták megtámadni a határőröket. Ők gáspréjjel válaszoltak, a migránsok pedig Szerbia felé futottak. A Bajmok Bácsalmás határátkelő közelében lévő településeken a helyiek találkoznak olykor illegális bevándorlókkal. A stábunknak nyilatkozó bajmokiak szerint a településen kisebb csoportokban szoktak megjelenni a migránsok. A mennyi grupa ma se pojave tu u parkokok, autobuskog stajališta, znači u Bajmoku baš nije nešto. Čujem sa strane da neke i veće grupe i pogotovo na granici, ali u Bajmoku za sada nema nekih problema, što kaže. Az itt élők szerint a rendőrség folyamatosan elszállítja a környékre érkező illegális bevándorlókat. Vraćali su ih i policija imala posla, tako sam čula, ali lično ja ne idem nikud od kuće. A szerb-magyar határszakaszon felállított határkerítés és a folyamatos határrendészeti jelenlét miatt a bevándorlók legtöbbször sikertelenül próbálkoznak átjutni Magyarországra. Akiket elkapnak és visszakísérnek, azok a határ mentén, illetve a közeli falvakban, városokban várakoznak egy újabb lehetőségre. Topolyán fogadták a Vajdaság Vizei Közvállalat munkatársai azokat a polgárokat, akiknek a vízlecsapolási illeték kifizetésével kapcsolatban volt valamilyen panaszuk. A számlákat negyed évente kell kifizetni. A termelők szerint akkora a szárazság, hogy nincs értelme vízlecsapolásról beszélni, és ezért pénzt kérni. Személyesen lehet panasszal élni a vízlecsapolási illetékkel kapcsolatban. A találkozás lehetőséget nyújt arra, hogy a tartozással, késedelmi kamatokkal, a törlesztési kötelezettség átütemezésével és más kérdésekkel kapcsolatban is pontos választ kapjanak a polgárok. Ezúttal Topolyán fogadták a Vajdaság Vizei Közvállalat illetékesei az embereket. Tanácstalanul és dühösen várták ki sorukat az érintettek, kezükben a hivatalos határozattal és számlákkal. Az okiratok mind szerb nyelven, cirill írásmóddal voltak megírva és kiküldve. Ki lehet fizetni ezt a lecsapolást, amit ők kitanáltak? Most nézzük meg, hivatalos papíron kék pecsét kellene rajta lenni. Ezt nem tudom, hogy ki csinálta le. Hivatalosan, ha van kék pecsét aláírva, és tudom, hogy mit kell fizetni. Itten le van írva csirilű, törvények, jogszabályok, ki szedte össze, mint szedte össze, senki nem tud semmit se. Többen nem értették, hogyan és mi alapján határozzák meg a vízlecsapolás illeték összegét, hiszen több éve tart már a szárazság, völgyeiket pedig nem bocsolják. Egyeseknek több községben is van földjük, és mindegyik földre nagy összegű számla érkezett, amelyek tovább kamatozódnak, ha nem fizetik be időben. Ugyancsak mélyre nyúlnak a zsebekbe, nem lecsapolni kellene, hanem
locsolás szorgalmazni, de hát hiába, a víz az egyre kevesebb, és hiába locsolunk, ha megisz, vagyis a ivóvízünket ellocsoljuk, majd a vége az lesz, ettől félnek. Az emberek szerint az illetékesek nem adtak kielégítő válaszokat kérdéseikre, egyedüli megoldásként pedig a számlák mielőbbi kifizetését tanácsolták. A Topolyai Mezőgazdasági Szolgálatban fogadták a Vajdaság Vizei Közvállalat illetékesei a polgárokat. Nyilatkozni azonban nem kívántak. Pedig mi is arra voltunk kíváncsiak, hogy mit ajánlanak az adósoknak a Vajdaság Vizei Közvállalat szakemberei, kérdéseinket azonban nem tehettük fel. Habár értesítést küldtek szerkesztőségünknek a fogadó órával kapcsolatban, de sem a helyszínen, sem telefonos megkeresésünkre nem nyilatkoztak. Gyerekeknek szervezett háromnapos tábort a Szabadkai Református Egyházközség. Céljuk, hogy a legkisebbek játékos módon ismerjék meg a bibliai történeteket. Jó kedvés, hangos gyerekzsivaj fogadott minket itt Szabadkán a református templomban. A tábor témája, hogy mindenkinek értéke van. A foglalkozásokat és játékokat is e köré építették. Főleg Szabadkáról és Palicsról érkeztek a gyerekek. Harangozó Áron Álmos már picikora óta részt vesz a táborban. Nekem az ott tetszett legjobban, amikor az aranymondásokat megtanultuk, és meg hogy ugye itt voltak az osztálytársaim, és különféle kézimunkákat és történeteket is tudtunk tanulni. Reggelente mindig egy rövid áhítattal kezdték a napot a táborlakók. Ezt követte egy előadás, melyet aztán a nap további részében feldolgoztak énekek, játékok formájában. Mesélte Pap Tamás. Főleg sokat tanultunk, meg sokat énekeltünk, sokat játszottunk is, meg művészkedtünk, rajzoltunk. Szalai Anett is táborozóként kezdte, ma már önkénteskedett a háromnapos rendezvényen. Nagyon aranyosak, nagyon motiváltak, nagyon látszik rajtuk, hogy élvezik a tábort, főleg a játék részét természetesen, de a többit is, főleg amikor matricákat kapnak, azt nagyon szeretik. Nem csak református gyerekeket vártak a táborba, hanem bármelyik másik felekezetből érkezőket is. A hitbeli dolgok mellett nagyon fontos a közösségépítő szerep, mondta a református lelkipásztor, Harangozó László. Nagyon tetszik, nagyon jó, amikor az evés elkezdik, az is sokat mondó. Ugye, mielőtt imádkozunk, van, aki összekulcsolja a kezét, van, aki összeteszi, van, aki keresztet vet, és akkor, amikor elhangzik, hogy jövel Jézus, légy vedünk, akkor olyan egyé válik mindenki. Tehát először szinte különbözőség van, és akkor egyszer csak egyé válik az egész, úgyhogy nagyon áldott a tábor. A tábor utolsó napját színdarabbal zárták, amely az elmúlt három napban megtanult bibliai történetekből állt össze. Éjféltől láthatjuk a legtöbb hullócsillagot. A Perszeidák meteorraj idézi elő az év egyik legszebb és legismertebb csillaghullását. Rengeteg meteor érkezik ilyenkor, nyáron ráadásul általában az időjárás is kedvező. A raj minden évben július közepén éri el a Földet, és egészen augusztus második feléig megfigyelhető. A csúcs augusztus közepére esik, a maximum ezúttal most éjszaka lesz. Az éjfélt követő órákban hajnal előtt láthatjuk. Esőmentes, száraz napos idő várható a következő napokban, csak kevés felhő jelenik meg az égen, átmeneti jelleggel, csapadék nem valószínű. 32-33 fokos csúcs hőmérsékletre számíthatunk pénteken, a hétvégén és a jövő hét első napján pedig kifejezetten meleg lesz. 35 vagy ennél is magasabb maximális értékekre számíthatunk délután. A kánikula mellé magas UV-sugárzás is párosul. Rekord meleget, 48,8 Celsius fokot mértek Szicília déli részén, Szirakúza közelében. Az extrém magas hőmérsékletet a Lucifer névre keresztelt anticiklon okozza. Az olasz meteorológiai szolgálat szóvivője elmondta, hogy a mérést még hitelesíteni kell, de ha ezt megteszik a megfelelő elemzés után, akkor ez lehet a legmagasabb hőmérséklet, amelyet az európai kontinensen mértek. Megdöntve a korábbi rekordot, az 1977. július 10-én Athénban mért 48 Celsius fokot.
A Chelsea nyerte az európai szuperkupát, miután az 1-1-es döntetlen után 11-es párbajban 6-5-re legyőzték a Villarrealt. A meccs hőse a Chelsea spanyol kapusa Kepa lett, aki a 119. percben direkt a büntető párbajra cseréltek be, ahol aztán két lövést is kivédett, amivel megnyerte csapatának a kupát. Az idei szuperkupa döntőt Észak-Írország fővárosában, Belfastban rendezték meg. Eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Vészesen közelítünk a napi 1000 új koronavírusos beteghez. Egyre többen vannak kórházban és lélegeztetőgépen Szerbiában. A tantermi oktatásnak nincs alternatívája. Véget ért a pedagógusok 25. szabadkai nyári akadémiája. Égnek a fenyőerdők Görögországban, lángol Albánia is. Kamat támogatást biztosít az önkormányzat a szabadkai gazdáknak. Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk honlapunkon a pannonrtv.com-on. Tartsanak továbbra is velünk, nézzenek bennünket. Szép estét kívánok, viszontlátásra!